Ezüstérmet szerzett a magyar válogatott a vízimentők világbajnokságán, amelynek az ausztráliai Adelaide adott otthont. A VB-n szereplő magyar csapatban ott volt Jakabos Zsuzsanna és Verasztó Dávid is. A stúdióban Zubor Attila szövetségi kapitányt és Takács Krisztián úszót köszöntöm. Hát köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen ha jól tudom, akkor ez volt a legeslegjobb világbajnoki szereplésünk eddig, nem? Így van, ez volt a legeredményesebb világbajnoki szereplésünk. Tavaly egy ezüstérmet szintén szereztünk az Európa, de hát ez jó, csak egy Európa-bajnokság volt. Most már világbajnokságról is van érmünk, hál' Istennek. Krisztián, miben más ez, mint amikor versenyzőként úszol a medencében, úszóversenyen és nem ilyen vízimentő versenyen? Hát igen, ezt már tavaly is elmondtuk, hogy azt hittük, hogy oda megyünk, és akkor megmutatjuk a világnak, hogy hogy is kell ezt csinálni. Mert hát és mi jól tudunk úszni, ugye? Igen, és továbbra is tartom, hogy az úszás részével nincsen bajunk. Szerintem a mezőny nagyon elején tartunk, csak aztán ugye vannak ezek az akrobatikus elemek, hogy mi például ezt akadályváltóban értük el ezt az ezüstérmet, hogy át kell bújni egy 60 centis akadályon 15 méternél és 35 méternél, és ennek a kivitelezése azért még azért hagy maga után kívánnivalót, és hiába vagyunk mi gyorsak az úszás részénél, ha annyira megtöri a ritmusunkat ez az akadály, hogy utána ugye az eredményben látszik, hogy hát csak másodikok lettünk. Milyen mély ez az akadály, vagy mi az, ami nehézséget okoz benne? Hát 60 centi, mint ahogy az előbb elmondtam, igazából csak az, hogy milyen szögbe a jó időzítés számít, hogy ugye ne nagyon közel menjünk az akadályhoz és így függőlegesen le, hanem meg kell találni azt a jó szöget, ahol éppen, hogy átbújunk rajta, és egy jó kidelfinezéssel ki tudunk jönni. Ugye ez azért látszódott, hogy akik hosszú évek óta ezt csinálják, azért sokkal jobban kivitelezik, és ez úgy nézett ki, hogy úszásnál érreálltunk, majd az akadálynál visszaestünk, úszásnál megint érreálltunk, és akkor így adódott össze, hogy a végére egy ezüstöt tudtunk elérni. Mennyi ideje van a csapatnak arra, hogy összerázódjon és ezeket gyakorolja? Vannak-e összetartások a VB előtt, EB előtt, vagy bármilyen verseny előtt? Hát sajnos nem sok időnk van. Hát ugye Krisztiánék ugye elsősorban nyilván az úszással foglalkoznak. Ugye, ahogy elmondta, ez egy picit más, tehát az úszás részében tényleg nincsen probléma. Ugye az a baj, hogy megtöri az úszónak a ritmusát, megtöri azt a mozgást, amit megszokott, amit évek óta csinál. Tehát itt nem 200, mondjuk nem 200 pillangóról, 200 gyorsról beszélünk, hanem 200 akadályúszásról. Az, hogy ezt a gyorsan pillangó hátom mellett oldja meg a versenyző, az mindegy. Az akadály ott van, és ezt a 200 métert teljesíteni kell valahogy. Ugye Jakabos Zsuzsa 200 méter akadályúszáson a 8. lett, Verasztó Dávid pedig nyílt vízi versenyben lett a 4. Ott is ugyanezek az akadályok, vagy esetleg ezért ez változik, és más-más akadályokkal kell megküzdeni? Ugye itt az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon két részre van bontva a verseny. Van medencés számok, vannak, illetve vannak nyílt vízi számok. Ha most nyílt vízről beszélünk, a legegyszerűbb versenyszám az, hogy befut a tengerbe, úszik, megkerüli a bójákat, és visszajön, és kifut. Ugye nekünk az úszással így sincs semmi probléma, a futással van probléma, hogy befutunk egy tengerbe, ami ugye hullámzik, ugye apálydagály, sajnos ugye mi nem rendelkezünk más sajnos tengerrel, de ez az, ami hátrányt okoz, és gyakorlatilag Dávid ezért lett csak 4., egyébként mondom, úszásba felhozta a lemaradását, úgyhogy... Mintha azt láttam volna, hogy a befutásnál is már jóval korábban meg akart volna, és akkor nézegett, hogy mi kell, tehát fussál mi, igen, tehát ugye igen, nem ott igen, van a vége. Igen, igen, tehát ehhez nem vagyunk sajnos hozzászokva, ezeket jóval többször kellene igen gyakorolnunk. Krisztián, te mi alapján csatlakoztál ehhez a csapathoz? Miért volt ez fontos számodra? Hát ugye a tavalyi EB-nél merült ez föl Zubiék részéről, hogy lenne egy ilyen lehetőség, és akkor még mondom, jó bulinak indult, és azt hittük, hogy aztán itt senki nem állíthat meg minket, és akkor a tavalyi EB ezüstérmen felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy ezt tovább tudjuk vinni, és most ez az ezüstérem, ez tovább sarkal minket, mert úgy érezzük, hogy ebből lehet aranyat is csinálni, úgyhogy szerintem megyünk tovább. Az akadályok esetében vannak szabályok, hogy hogyan kell ezt teljesíteni? Hogyan kell abból kiúszni, mondjuk mint egy fordulónál a medencében? Hát igazából olyan szigorú szabály nincsen, annyi a lényeg, hogy a rajt után nem lehet egyből víz alatt maradni, és ugye át
delfinezni mondjuk a 15 méteres akadály alatt, hanem meg kell törni a vizet, és úgy kell újra lebukni, de az, hogy milyen úszás nem be, vagy hogy oldja ezt meg az ember, az nincsen megszabva. Hogyan találod meg azokat az úszókat, akik végül erre a versenyre is eljönnek? Gondolok itt azért arra, hogy most is zajlik épp egy rövid pályás verseny, fontos nemzetközi verseny, tehát hogy miért döntenek mondjuk egy Verrasztó Dávid, hogy inkább ide jön? Vagy mennyire teheti meg, és mennyire mondja azt az edző, hogy hó, neked inkább itt kéne szerepelned, nem ott? Az a helyzet, hogy ezt a világon nagyon sok országban űzik. A világbajnokságon most 42 ország volt, ugye Adelaide-ben volt, Ausztráliában, nyilván Európában sokan döntöttek úgy, hogy ez nagyon költséges, és nem jönnek el erre a világbajnokságra, de hogy ez a 42 ország részt vesz ezen. Ha mondjuk egy német vízimentő világbajnokságon résztvevő versenyzőt, ez odamész, és azt mondja, hogy mit sportolsz, ő azt mondja, hogy vízimentő. Nálunk ez sajnos nagyon gyerekcipő van, tehát miért nem tudunk felmutatni. Úszokból, úszonyos úszokból, búvárúszokból, öttusázókból, triatlonosokból, ilyen versenyzőkből tudjuk összeszedni azokat a versenyzőket, akik vagy a VB-n vagy EB-n indulnak. És hát ugye most hosszú távú cél ugye a világjátékokra való kikerülés, tehát nekünk két év múlva egy olyan csapatot kell összehoznunk, a két év múlva rendezendő világbajnokságra, aki kijutatja az országot a világjátékokra. Ugye ennek az lenne a célja ennek a versenynek, hogy tényleg figyeljünk azokra, akikkel valami probléma történik a vízben. Így van. Ki tudnál menteni valakit a vízből? Természetesen. Tehát úgy gondolod, hogy ezek után, amit itt csináltál, ezek után bátran, ha a Balatonban valakivel valami történik, akkor te odaúszol és ki tudod menteni? Hát mondjuk én annyiból előnyben részesülök, hogy én azért mentőbúvár is vagyok mellette, és azért én motorcsónak versenyeken már részt vettem, mint mentőbúvár, úgyhogy nem áll ez messze tőlem. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha valakit így látnék, hogy segítségre szorul, akkor meg tudnám oldani. Akiket kiviszünk, illetve kijutnak Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra, mi elvárjuk azt, hogy legyen egy vízimentő vizsgája, amit nyilván a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetségnél tud lerakni. Tehát ez nemzetközileg nem elvárás, de mi elvárjuk, hogy egy alapképzést kapjon, és tisztában legyen gyakorlatilag a vizek veszélyeiről. Igen, mert én azt gondolom, hogy bárki jól úszik, ha nem tanulja meg azt, hogy szemből nem megyek oda ahhoz, aki fuldoklik, hanem ugye meg kell kerülni, és vannak szabályok, tehát mert akkor belém kapaszkodik, és akkor mind a ketten ott veszünk, szóval azért az nem mindegy, és persze van egy verseny, de azért ugye fontos akkor ez a háttérinformáció is hozzá, vagy hogy ezt szakszerűen tudja. Hát ugye mi szakszövetség vagyunk, és ugyanez a nemzetközi az ILS-nek tagjai vagyunk, és három fontos dolgot vár el a Nemzetközi Szövetség, ugye egyik ugye a szakszolgálat, másik a versenyeztetés, amiről most beszélünk, és az oktatás. Tehát ezt a három dolgot meg kell oldanunk, ahhoz, hogy tagjai maradhassunk a szövetségnek, és próbáljuk is, valóban szeretnénk, hogy az oktatásban minél jobban bekerüljön az, hogy akár egy önmentés a gyerekeknek nagyon fontos, hogy megismerje a vizek veszélyeit, vízbeesésnél mi a teendő, vagy ugye idősebb korban már az, hogy ha valaki veszélybe került, akkor hogyan tudja megmenteni. Még egy gyors kérdés a jövőre vonatkozólag. Ez az eredmény akkor most mire segít minket, és mi az, ami a következő feladat lesz a világjátékok már, vagy van még előtte kisebb verseny? Van ugye jövőre Európa, hát vannak évközben is ugye természetesen versenyek. A fontos feladatunk ugye rövid távon az Európa-bajnokság, jövőre az Riccionéban lesz egy év múlva. Két év múlva, amiről már beszéltem, hogy a világbajnokság az nagyon-nagyon fontos, mert 10 ország, illetve 9 ország plusz a rendező ország kerül ki a világjátékokra. Oda már egy olyan csapattal kell érkeznünk, aki nem csak minőségében, mennyiségében is egy olyan brigád, aki összetudja azt hozni, hogy a világ legjobb 10 országába bekerül. Hát sok sikert kívánok hozzá, ahhoz is, hogy Köszönjük. Ez a csapat jól összeálljon, és gratulálok még egyszer a mostani sikerhez. Köszönjük szépen!